Nem bízzák a véletlenre a halvásárlást a győriek. Már hetekkel karácsony előtt próbálják beszerezni az ünnepi ételek alapanyagát. Kígyózó sorok fogadták stábunkat a vásársarnokban lévő halboltnál, ahol naponta akár 600-700 kg hal is gazdára talál. Az üzlet egyik eladója szerint ez a mennyiség a következő hetekben akár meg is duplázódhat. Legnépszerűbb fajtákat árérték alapján választanak az emberek, ezekből fogy a legtöbb a napokban. Busaszelet, busafilé, afrikai harcsafilé, pontszelet, pontfilé, esetleg még az amúrfilé, amúrszelet, ezek a legnépszerűbbek. És ez lehet tudni, mi készül ezekből a halakban? Hát főként ecetes hal, meg rántott hal, halászlé. Felmérések szerint európai viszonylatban még mindig a magyarok fogyasztják a legkevesebb halat. Karácsonykor azonban a háztartások többségében halétel is kerül az asztalra. Egyesek szerint a hal finom, a baj csak az, hogy kevés helyen kapható frissen az országban. Tetszenek szeretni egyébként a magyar halat? A magyar halakat? Szeretjük. Igen. Csak az a baj, hogy messziről kell érte utadni. Azért fogyaszt a magyar olyan kevés halat, mert nem fér hozzá a friss halhoz. Mi hegyes halomból jöttünk. Csak a halért? Csak a halért, igen. Ha azonban már sikerült frissen beszerezni a közkedvelt alapanyagot, akkor finom ételek készíthetők belőle. Az ünnepek idején népszerű a hagyományos halászlé, ami akkor a legfinomabb, ha több halfajtából készítjük. De mi lehet még a jó halászlé titka? A halaprólik, fűszerbele, van nekem otthon csipős paprikám, hári, zöldbe is van, csilis paprikám is van, hogy beízesíteni. Aki tehát friss alapanyagokra vágyik és elkerülné a hosszú sorokat, az még időben szerezze be karácsonyra a jó magyar halételek hozzávalóit.